Játékfejlesztési karrierem során nagyon-nagyon sok játékon dolgoztam, amik soha nem kerültek nyilvánosságra, sőt, embereknek meg sem mutattam őket. Szóval úgy gondoltam, hogy ahelyett, hogy letörölném őket a merevlemezemről, minden, hogyha azelőtt átnéznénk őket, dokumentálom, hogy tehát mi a francon dolgoztam én azelőtt, amielőtt, hát ugye... Gun. Az egyik legelső játék, amit be szeretnénk mutatni, ez nem más, mint ez a játék egy videóhoz lett készítve, ami soha nem jött ki. Ez kérem szépen egy olyan projekt, ahol egy óra alatt próbáltam megcsinálni egy játékot, és sikerült, nem működőképes úgy nagyon, de valamennyire igen, ezt amúgy telefonon kéne játszani, nem gépen. Szóval itt vagyunk telefonon, ez szó szerint egy rossz Flappy Bird klón, amit egy óra alatt csináltam, mert unatkoztam. És hát nem unatkoztam, nem, hanem egyértelműen akartam azt a YouTube beget, tudjátok, gyááááá! Szóval igen, ezt én mindet egy óra alatt csináltam. Hogy miért? Azért, mert kellett valami tartalom annó a csatornára, viszont ez a videó ez soha nem is készült el, és a felvételek sincsenek már meg. Viszont a játék önmaga megvan, szóval ez egy óra alatt készült. És amúgy basszus, rohadt cracked vagyok benne, azt kell, hogy mondjam. Tehát tiszta profi vagyok, nézzétek már basszus, 33, 34, 35, 57, kész annyi a rekordom, adios! Következő és egyben második játék, amit most meg fogunk nézni, annak az a neve, hogy egy négyzetnek a kalandja. Játékok, amiket itt nézünk, azoknak nagyjából egyik része sem jutott el oda, hogy tehát legyenek benne hangefektek is, mert nem tudom, mert nem szeretem a hangefekteket, I guess. Mindegy, szóval a játékban volt egy bolt, ami ténylegesen egy bolt volt, és tehát lehetett fegyvereket fejleszteni meg minden, és szó szerint annyi volt, tehát ezzel a kis gyökérkockával mentél, jöttek kisebb kockák, és verekedned kellett velük. És kaptál érte XP-t, meg tehát pénzt. És ebből állt a játék. Ez majdnem kijött. Ez amúgy szerintem, ez határozottan Game of the Year lehetett volna. Hogyha eléggé ügyes vagy, akkor szét tudod őket krenkelni azelőtt, amielőtt rád szippannának. Kap be. Na és éppen ezért kell grindolni. Nem tudom, hogy miért, de én szerettem a grindolást, és éppen ezért mindig, amikor ugye megölsz egy ellenfelet, kapsz XP-t, és az XP-vel szintet tudsz majd lépni. Megmondom az őszintét, nem csodálom, hogy ez a játék ez sosem készült el. Nézzetek rá, és hogyha jól tudom, ebbe lehet repülni, igen, minden ütés után újra töltődik az ugrásod, mert hogy amúgy nem tudok programozni. Kap be. Fejlesztem a fegyveremet. Most már nem... A hatokat viszek, hogyha jól látom, és level up-oltam, most már 20 HP-n van, zsír, na most akkor tolhatjuk tovább. Remélhetőleg ki tudjuk vinni az első pályát, nem tudom mi a franc történik, de ez borzalmas, de tehát, hogy örülök neki, hogy ez megvan meg a gépemen, mert hogy tehát innen indultam. Hol van a kiárat? Az ott a kiárat, ahogyan elnézem, szóval csak visszadob a menüvel, fejlesztünk megint csak a fegyveren, és nézzük meg a második pályát, oppá, a második pálya az már durvább. Ugyanis, hogyha jól elnézem, majdnem ugyanaz, mint az első, csak tehát meg van fordítva. Ez felettébb csodálatos, azt kell, hogy mondjam. Ezt művészetnek hívják. Ez milyen double combo volt, basszus, $35, ez mit megy? Jó, nem baj, heteket visz most már a fegyverünk viszont. Kivittük! Zsír! 42, mennyibe kerül? Há, jó. És a harmadik pálya meg már nem készült el, ennyi kész. Kettő pályát bírt ez a játék sorozat. Arra kíváncsi vagyok, hogy meddig vannak leprogramozva a szintek. Szóval 8 szint van leprogramozva. Gyakorlatilag ennyi, és ez a bónusz hát ez honnan jön? Tehát... Ja, ez egy stat lett volna, amit igen, szintű tudtad volna fejleszteni a statjaidat, ugye pénzért, csak sosem jutott el addig a játék. És a fegyver az meddig van leprogramozva, az hány szintig? Szóval a fegyvered egyes szinten 3-akat visz, 2-es szinten 5-öket, aztán 7-eket, 10-10, és végül 50-et, 10 szintig le van programozva. Na de meg is lehet venni annyi szintet tehát? 1000-be kerül a 10-es szint, de meg lehet venni, na várjatok, csalunk egy picikét. Mi lenne, hogyha tolnánk egy olyat, hogy itt menti el a pénzt a játék, igaz? Így is van, ott van, hogy money. Mi lenne, hogyha mi csak úgy, mit tudom én, nem tudom, 10 000 pénzt beadolnánk magunknak? Szóval $10,000-ra ki is tudjuk húzni, igen, a kardot maxos. Ahogy szerintem megy ez tovább, csak... De, ja, most nem fogok sebzést vinni, mert hogy nincsen, igen, nincsen leprogramozva ilyen magas szintig. Ó, hogy csesz meg. Ez hogy sikerült? A következő játék multiplayer, ami nem sok jót jelent. Azt jelenti, hogy 40-szerűséggel nem fogjuk tudni tesztelni, de azon kívül megpróbálom hátra. Ezek után ma még megnézünk egy darab játékot, mert ez szerintem nem fog működni. Tehát nem nagyon sok mindent kell nézni. Igen, ezen. Ez egy olyan játék akart lenni eredetileg, mint a Mario Party valamiért, hogy jól tudom, mindjárt megnézzük. Ó, igen, ezek a, ja, ez a networkinges baromság. Mert hogyha mi ezeket csak úgy letöröljük. Akkor valószínűleg működni fog? Ah, nem működik. Nem, mert kijavítottam. Nem, de ahogy is javítottam ki. Mi a franc van? Szóval most!
nem csinál semmit, szerintem ennek, tehát kellene a multiplayer. Ez határozottan a játékok egyike. Eddig jó. Hát jó, köszönjük szépen Unity, abszolút menő. Legközelebb rámásolom ezeket a játékokat egy gyorsabb, merev lemezre, mert amúgy itt ülök körülbelül 2 órája, és várom, hogy betöltsön 4 darab játék. Tudom olyan, hogy érdekel titeket, hogy mik vannak még, mert vannak készebb játékok is. Akkor ide visszanézhetünk majd, mert ezeket, tehát nincsen értem, hogy tároljam, le akarom őket törölni, viszont az öt szeretném, hogy valahol meglegyenek, szóval akkor holnap már otthon leszek. Sőt, meg lehet, hogy ma érkezni fog még egy rövidebb videó, ugyanis elmentem megnézni a FNAF filmet. Amikor ezt látjátok, akkor már láttam, szóval igazából tök mindegy. Majd találkozunk, na csá!